Üdvözlök ismétlen mindenkit! Előző videóban volt szó, hogy mennyire is milyen itt Szerbiában az internet, és úgy néz ki, nem bírta letöltni, és egyszerűen nem engedi meg. Most letöltötte 326 kilobájtot, és el lesz rakva ez a Firefox webböngésző. Aztán meg a Freedom Launcherre lesz töltve az IND-nek a legújabb, frissített, meghajtó alkalmazása. Most itten a munkás logika lett követve. Kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire is jó a legújabb, legfrissebb. Az a lényeg, hogy itt a zárt forráskódó programról van szó. De mit forráskódó? Itt maga a gyár tud rajta módosításokat végezni. Most adták ki 21-én, már meg 23-a van. Kb. Két napossal meghajtó alkalmazás. Arról lesz még, hogy le fogja töltődni, aztán, hogy milyen is lesz. Aztán meg újra lesz indítva a szállítógép, vagy ki lesz kapcsolva. Ne legyen annyi rossz a Harrisnek az oda-vissza kapcsolás. Mindössze 80 kibek kapcsolásnál csak 1000, ami 640-e vagy mennyivel lett, mondta. Szóval emlékszek, itt van ez a kis alkalmazás. Nem ez, ez a GPU. Z. Ez a disk info. És itt van 80-at. Kellett volna tapnia, ez helyett meg 3572. Magas ez a szám nagyon, ez a 3572, itt meg csak 80-nak kellene lennie. 3500-zal többszörbe lehet kapcsolva, meg bekapcsol az itt van egy kikapcsolás, és a bekapcsolás a száma, az kb. Annyit 1750-szer többször lett bekapcsolva a gét és kikapcsolva. Nagy szám. Eléggé magas. Fel, letölti, addig megfogom ezt a harddisket. Másolni, és akkor itt van az utasítás neki, a 14 naponta. Ajánlatos kibe kapcsolni. És van már valamik már tönkrementek, és már javított verziók is vannak rajta. Itt is van, mit is ír, itt van az utasítása neki, ami 14 napra emlékszek, hogy annyit garantálnak, hogy lehet rajta kamerázó felvételeket rakni. Ilyesmi volt. És itt van, hogy mekkora memória kell hozzá, 64 megabyte DDR2-es le van optimizáltatva, algoritmusok, és van ezzel, lehet rajta irdogálni is. De lett volna, ilyen adatok neki. Nem is tudtam, hogy vannak hozzá alkalmazások. Ez a hibrid SDVR. Ez ilyen alkalmazások, amikkel lehet felvételeket felvételezni, a biztonsági kamerákat. Egy millió óráig elméletileg megmarad. Itt van 24x7 nap. Itt is van 24x7.
Vagy szóval... Annyira ajánlatos, hogy 24 napon át 7 órát, vagy pedig 7 napon át 24 órák. Hogy ezt nem lehet... Nem, direkt értem most a... Arról van szó, hogy ez addig ajánlatos volt. Ja nem, az van, hogy egy héten 7 nap van. 7 nap van, és 24 órán át lehet rajta vételezni, és akkor itt van, hogy 1 millió órát kibír. De nem, valójában nem magas ez az 1 millió óra, ezt mindjárt kiszámolom egy kalkulátorra, hogy mennyi is a valóságban. 1 millió óra. És aztán el kell osztani. Mindenki tudja, hogy egy napban 24 óra van. Annyi, mint 1 milliót el kell osztanom 24-re. Osztva 24-re. Mindössze 4167 napot. Hogy is hívják? Annyit üzemidőt garantál. Az jócskán kevés. 4166 nap. Egy évben hány nap van? Azt egy eszem felvén meg ilyen 340-re tippelek. Mindjárt meg is nézem. Year. 2 day. Úgy néz ki, nem lehet megváltoztatva az asztatúra, és itt van 365 nap van. Nem 350, nem 365. Na, kicsikét elszámoltam. De valóságban lehet, hogy csak 350 van, vagy 360, 365 van. És ezt hát elosztom 365-te, megkapom az évek. Nek a számát, és 11 évet garantál, hogy addig jó lesz. Jó, hát, vagy nagyon estíva. Mert nem jó. 1 millió óra, szóval 1 millió óra, az 6. Elosztom, hogy sírják a 20. 4-jel? Nem jó pont. 24-jel? Nem jó. Egy napban van 24 óra. Nem, el kell osztani a napok számával elsőnek. Elosztom 300. Nem, az első szállítások voltak jó. Olyan. Ez 1 milliót el kell osztani 24-re. Akkor megkapom a napoknak a számát, és a napok számát el kell osztani 365-te. Vagyis 1 millió. Osztva 24-je. És itt van ez a napok száma. 4166. Na, 4166 napot. Elosztom 365-tel. Igen, 11 évig jónak kell lenni a harddisknek. Nem semmi. 11 éven át kell neki vételeznie fel a hogy sírják akat a videókat, és úgy néz ki, hogy egy kicsikét rosszul inkább, hogy folyton oda-vissza kapcsolgatta, tönkre lett téve. Itt is van, hogy le lesz
De töltődöttem ez a böngésző. Szokás szerint én mindig átállítom. Várítom, hogy az agykapacitás ne nekedjen. Ne pedig len, ahogy is hívják a... És akkor itt be lehet állítani. Szokás szerint, hogy az agykapacitás növekedjen, hogy ne jegyezzen semmit sem meg a böngésző. És akkor ott lehet, mindjárt be lesz állítva rajta, és aztán el lesz indítva, letölt is. Úgy néz ki, hogy nem jó lett. Mégse csak a merevlemez. 11 évet ki kell bírni a merevlemeznek, úgyhogy 11 napon át ki sem lett kapcsolva megfelelő hűtés mellett. És akkor itt van, hogy never, remember, ezért van az agy, hogy mindent megjegyezzem. Szófa. És elrakom ezt a kiegészítőt, ezt a advanced. Én most már rajta van. És át lehet másolni ezt a linket. És már le is van. Velem akarja mindig ez a böngésző. Jöttem a dokumentumot tölt. Le! Vagyis még várja, hogy betöltődjön. Hisz ki, hogy egy drivert le lehessen rakni. Újra kell indítani ezt a... Vajon. Itt van, nem. Lehet!
Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!